Íme az Eszter és az ő szíve alapjáraton. A mai nap folyamán Eszter végre elfoglalja helyét a kulcsi kikötőben, állandó lakhelyét, aminek én nagyon-nagyon örülök. Ez a motor egyébként másfél éve nem volt beindítva, és gyakorlatilag, hát mint ahogy ez látható, működik frankon, kifogástalanul, úgyhogy nagyon-nagyon várom ezt a pillanatot, hogy végre csónakból járhassak horgászni. Megnézzük a hajót. Tehát kellett nekem jönnöm mindenféle fán, fa alapanyagon, villanyoszlopon, meg mit tudom én. Itt van Eszter. Ja, Istenem, nagyon várom, nagyon várom. Jó lesz. Úgyhogy rácalmásiak, dunaújvárosiak, szászalombattaiak, adonyiak, fogunk találkozni most már a tizen is. Hát íme az én hajó.